Szilky Attila, szeretettel köszöntelek. Hogy érzed magad így négy lábon? Én is köszöntöm Jani bácsit, meg minden Újpest szurkolót. Hát furcsa ezt mondani, de jól érzem magam, mert végre a sérülések után végre megműtötték a térdemet, és nem volt semmi komplikáció, mondta az orvosom is, hogy minden porc rendben volt, és a szallagot se kellett pótolni, csak a szallagomat kellett meghúzni. Ezáltal nagyon jól sikerült a műtét, és hamarosan 3 hónap múlva pályára léphetek ismét. És most tornáztatod már? Szabad már tornáztatni? Persze, egy gép segítségével is kell a hajlítást tornáztatnom, és saját gyakorlataim is vannak, amit otthon kell csinálnom, és jövő hét kedden veszik ki a váratokat, és utána gyógytornás segítségével lesz a további rehabilitáció. Atikám, fájdalmat nem érzel? Nem. Nem érzek semmi fájdalmat. Tehát fájdalmat is. Gyógyszert se szedek rá, szóval minden rendben. Atikám, nagyon várunk vissza, kell a csapatunkba egy erőcsatár. Igyekszem, minél hamarabb szeretnék fölépülni, és játszani szeretett csapatomba, és sok volt rúgni, ahogy ezt megszokhatta a közönség tőle. Azt tudod, hogy a legkevesebb az, hogy az MV2-be térsz vissza? Tudom. És az Újpest MV2-be? Igen. Hát, drukkolsz a srácoknak? Hogy ne drukkolnék, hát velük játszottam nagyon sok meccset, együtt néztem fel velük. Ugye örömmel nézem, hát mindig olvasom, ugye most nem tudtam sajnos kimenni, egyből hívott a Matyi is engem, hogy az eredmény mi volt, mindent tudtam róluk, hát együtt éltem velük, szóval nagyon büszke vagyok a csapatra, és tényleg megérdemelt helyük lesz az MB2. Még lenne nekem egy kérdésem, mit szólsz a volt Iker párodhoz, hogy illeszkedik be az első csapatba? Hát, nevezd Dávid, meg őt. Marci Dávid, igen. Nagyon büszke vagyok rá, hogy vele játszhattam, és nem is akárhogy, hiszen én az ifibe úgy lettem gólkirály, hogy 25 gólból 20 gólpasszt ő adott, szóval mi úgy érezzük egymást a pályán, hogy szerintem, ahogy nagyon kevesen érzik, szerintem világ szinten kevesen érzik így egymást a pályán. Nagyon megértjük egymást, szóval nagyon örülök neki. Hát végre följutott, hát én már ott voltam, mikor azt se tudta, hol az Újpest pálya. És már végre itt van, most már nekem kell most kicsit haladnom, most rendbe szedem magam, aztán jöhetnek a gólok az NB1-be is közösen. Atikám, jó, sikeres és gyors gyógyulást kívánunk, nagyon vigyázz magadra, és visszavárunk. Rendben, köszönöm szépen, hajrá, Lilák!